Sziasztok! A mai videó témája a felhőmaszk lesz, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem! Mielőtt még elkezdenék beszélni a felhőmaszkról, előtte ezt szeretném nektek mondani, hogy sajnos a felhőmaszkot is hamisítják, és ezt úgy tudjátok kivédeni, hogy a felhőmaszk.hu oldalra rendelitek meg ezt a felhőmaszkot, vagy a dobozon általában van egy ilyen kód, és itt ezt a szürke részt le kell kaparni, azt fel kell tölteni a felhőmaszk.hu-n található linkre, és ott kiadja, hogy eredeti-e vagy nem, de hogyha a felhőmaszk.hu oldalra rendelitek, akkor biztos, hogy az eredetit fogjátok megkapni. Én a felhőmaszkot nagyon tudom nektek ajánlani, én már 1-2 hete használom így folyamatosan, 2 naponta, 2-3 naponta, és észrevettem, hogy nagyon puha tőle az arcom, szépen kitisztítja, és nagyon-nagyon hidratált lesz tőle. Nagyon sok jó összetevője van a felhőmasznak, többek között a macsatea, a bentonit, aktív szén, levendula, rozmaring és menta. Hogyha nagyon problémás a bőrötök, akkor érdemes kipróbálni ezt a felhőmaszkot, mert tényleg nagyon sok jó pozitív kommenteket lehet róla olvasni, nagyon szépen helyrehozza úgymond a problémás bőrt is, és érdemes szerintem azért egyszer kipróbálni. Általában akik egyszer kipróbálták, azok már utána nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy ez nem véletlen. Hogyha használjátok a felhőmaszkot, viszont arra kell figyelni, hogy a szemetekbe, a szátokba, meg az orrotokba ne jusson. Szóval úgy kell fölkenni, hogy ezt a területet itt így hagyjátok ki, az orrotokat is, meg a szátokat is. Én majd látjátok, hogy hogy rakom föl, azért próbálom kihagyni majd a tényleg a számat, az orromat, meg a szememet, mert ugye nagyon fölhabzik, és hogyha már azért ide bejut a krém, akkor az valószínű a szemednél is olyan lesz, úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok elkerülni a szemeteket, a szátokat, meg az orrotokat. A felhőmaszk eredeti doboza így néz ki. Nagyon-nagyon cuki szerintem. Ilyen jó kis mintája van belül is. És akkor a krémnek a doboza is így néz ki. Van benne egy spatula, amivel szerintem érdemesebb fölvinni, mert nagyon krémes lesz a kezed, kicsit nehezebb is ugye leszedni, úgyhogy szerintem ezzel a spatulával sokkal jobban föl tudjátok vinni. Minél vastagabban kenitek, ugye annál nagyobb lesz a hab, úgyhogy azért olyan közepesen kenjétek föl. Az eredeti az így néz ki, én már ugye használtam egy ideje, úgyhogy már nem sok van benne, de ilyen szürkéses lilás színe van. A hamisítványnak azt hiszem zöld, de semmiféleképpen ne vegyetek hamisítványt, mert nem is habzik föl annyira, még ki tudja, hogy miket raknak bele, úgyhogy semmiféleképpen ne vegyetek hamisítványt. Hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor a felhőmaszk.hu oldalról rendeljetek magatoknak egyet, és ott biztos, hogy az eredetit fogjátok megkapni. Akkor rakjuk is föl az arcunkra, előtte azért érdemes leszedni a sminket és megtisztítani az arcotokat, hogy jobban kifejtse a hatását, és azért fölkötni a hajatokat. Oh, 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 oh
amikor teljesen föl van dagadva. Elég vicces. És akkor most lemosom. Mielőtt meg lemosnátok a felhőmaszkot, előtte jó alaposan dörzsöljétek bele az arcotokba, hogy jobban kifejtse a hatásait, és utána lemoshatjátok, és utána ilyen jó kis piha puha arcotok lesz, mint nekem. Én nagyon szeretem, nagyon-nagyon jó puha tőle az arcom, és hidratált is, úgyhogy bátran tudom nektek ajánlani, én nagyon szeretem, mint ahogy mondtam. És ennyi lenne már a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha több információt szeretnétek tudni a felhőmaszkról, akkor mindenféleképpen látogassatok el az oldalukra, lerakom nektek az infoboxba, és meg tudjátok ott nézni, úgyhogy legyen szép napotok, sziasztok!